traži mladjačeda. Szerb dallamok a Csepel-szigetről, Szigetcsépről, Budapesten. A földrajzos folkzenei fúzió feje pedig Básics Branka, aki a MÜPÁ-ban tartott lemezbemutató koncertet. Szigetcsépen ugye mai napig aktív szerb kisebbség létezik, közösség, és akiktől én gyűjtöttem azokat az időseket, én már gyerekkorom óta ismerem, de az, hogy ki énekel jól, azt ugye nem hallja meg az ember, csak a bálokba, vagy a templomba. Úgyhogy én a templomban, amikor a liturgia ment, füleltem, hogy jó, akkor majd tőle megkérdezem, hogy mehetek-e hozzá gyűjteni. Ebből a közegből nyerte azt az autentikus népzenei forrásanyagot, ami az Én Csépem című lemezen érlelődött 10 olyan dallá, amik magukban őrzik a falu múltját és jelenét. Ez az Én Csépem zenekar, ez gyakorlatilag egy projektzenekar, ami a lemez anyag köré szerveződött, és nem úgy volt, hogy egy állandó zenekarral alkottunk meg egy új anyagot, hanem úgy volt, hogy volt egy adott anyag, ugye alapnak a gyűjtésem dalai. Ezekre a dalokra kértem fel embereket, hogy hát segítsenek ezeknek a feldolgozásaiban, mert ugye itt nem csak népzenét hallhatunk, hanem feldolgozásokat is, és így állt össze egy olyan csapat, akikkel én már külön-külön, más és más formációkban aktívan zenélek, de így együtt kerek egészben, ahogyan most is a MÜPÁ-ban hallhat minket a közönség, így csak ebben az Én Csépem projektben. Az így összeállt 9 fős alkalmi zenekarban Szirtes Edina Mókus is helyet kapott, aki segített Brankának, hogy a folkos harmóniák experimentális hangzással egészüljenek ki. Az volt a megtisztelő, hogy Branka úgy kért meg, hogy semmilyen instrukciót nem adott, csak adott dallamot. Mert tényleg annyira inspiráló egy-egy ilyen balkán dallam is, hogy az ember egyrészt átdolgozza, átharmonizálja, még a lüktetésbe is belenyúlok sokszor, igen, de még arra is betemedem, vagy bátorodom, hogy még írok hozzá plusz dallamokat, mert igazából azt gondolom, hogy úgy kell tovább éltetni minden zenét, hogy kicsit kiszélesítjük a medret, és nem változik, remélem, a zene, a zenének az az érdekessége, izgalma, hanem egyszerűen szélesebb mederbe tud folyni az a csoda, amit ezek az autentikus dallamok hordoznak, és én igazából csak lapátolok, tehát én a kis medret szélesítem azáltal, hogy még hozzáteszek lehetőséget. Szokták mondani, hogy emberek sok mindent gyűjtögetnek, általában bélyeget, én zenekarokat úgy néz ki, mert nem bírok egy-két zenekarban megragadni, úgyhogy a Balkán Unión ez egy ilyen újabb formációm, kicsit jazz-zel kevert balkáni népeinek zenéjét lehet hallani, és velük nagy valószínűséggel, mert már most így a mixnél tartunk, el fog készülni a lemez idén.